Sziasztok! Előre elnézést kérek, hogyha hülyeségeket beszélek, mert iszonyatosan fáradt vagyok. Túl vagyunk egy fantasztikusan érdekes és szép vizsgán. Lányok, ezúttal is gratulálok nektek sok szeretettel. Ilyen nagyon érdekes csoportunk talán még nem is volt, hogy annyira különbözők vagytok, és mégis valahogy annyira egy működésetek volt, és ennyire jól sikerült szóbelink, tényleg soha nem volt még. És ez azért volt, mert egyrészt nagyon jó a beszélőkészségetek, és ez fontos az emberekkel való foglalkozásnál. Másrészt látszott, hogy össze is tartoztok. Tehát nagyon, én nagyon jól éreztem, akkor baromira elfáradtam. És másnap meg ugye a holnapról szóló workshop volt, amit most fejeztem be, úgyhogy most így kb. Tényleg nagyon fáradt vagyok. Úgyhogy, ha hülyeséget mondok, akkor elnézést kérek. És egyébként nagyon szépen köszönöm nektek a biztatást, meg a sok szépet és jót. Nem tudok kibújni a bőrömből, tehát ez az igazság, és tényleg soha nem igazán értettem azt, hogy valaki tök ismeretlenül hogyan jut el odáig, hogy megtámad valaki csak azért, mert más gondol. Ezt nem értem. Tehát mindenkinek joga van azt gondolni, amit akar, és igen, hogyha én azt hiszem, hogyha te nézel engem, hát akkor kénytelen vagy elviselni azt, amit gondolok a dolgokról, mert nem lehet sterilen semmiről sem beszélni. Mindent átsző a hát nem is a politika, de mindenképpen a hovatartozás, a világnézet, a neveltetés, és ezt el kell tudni fogadni. Ha nem tudod, hát akkor így jártál. Na, drágáim, ennek a mostani videónak az az alapja, hogy egy nagyon izgalmas pontra érkezett a Merkur-Nap-Vénusz 3-as konjunkció, és alkotnak egy sokszoros szextilt, és aztán pedig egy ilyen sorsúlya fényszöget, egy csomó mindennel, aminek azt a címet adtam, hogy csillagporos szextileg. Egészen pontosan nézzünk is bele. Megpróbálom nagyon összeszedni magamat, és nem hülyeségeket beszélni, Isten bizony, ez nem mindig szokott sikerülni, de most megpróbáljuk. Na, hogyha megnézitek a képletet, akkor azt láthatjátok, hogy ez a tűpontos napkeiron szextil, és ez a leglényegesebb az összes dolog közül, de majd szétszedjük természetesen, és akkor mindegyiket elemezni fogjuk. Tehát a nagyon tűpontos, egészen tűpontos napkeiron szextil az június 13-án 8 óra 24 perckor pontosodik be. Amikor én ezt felveszem, aznap van a választás, nagyon érdekes, mert hatalmas ugye az érdeklődés, tehát jóval többen mentek el, úgy látszik érzik az emberek, hogy marha nagy a tét, pro és kontra nyilván, mindenki a saját hitrendszerét vetíti be ebbe a választásba, majd meglátjuk, hogy hogyan alakul. Én nagyon örülök, én azt gondolom, hogy minél több ember megy el, annál több embernek a szava fog érvényesülni, és ez a lényeg. Soha nem mondjatok le arról a jogotokról, hogy választhassatok, és azt választhassatok, akit akartok. Tehát ez nagyon fontos, ha én nem is értek esetleg egyet ezzel, a ti választásotokkal, akkor menjetek el, szavazzatok, és legyetek ügyesek és okosak, és aztán utána pedig ugye élni kell a hogy mondjam, a következményekkel. Tehát el kell tudni fogadni. Na nézzünk bele ebbe a képletbe, ami egyrészt oroszlán aszcendenssel kezdődik, tehát van benne egyfajta mutogatás, uralkodás, játékosság, kreativitás, uralkodni akarok a dolgokon, és az első házban van az Astrea, karmatörés soros változtatás aszteroidája. Majd rögtön kitérek erre a szakaszra is, de most nézzük tovább a dolgokat. Együtt áll a szűzhold a Junóval, és a holdat külön nem emeltem ki ebben a képletben, teljesen más dolgokra vetült a fény, de azt tudnotok kell, hogy ez a hold egy vonalba került a Zoszma nevezetű álló csillaggal, ami az oroszlánnak a gerince, a háta, ahol ugye Herkules a monda szerint eltöri a némelyi oroszlán gerincét, így tudja legyőzni. Tehát ez is egy érdekes dolog, a Juno pedig ugye a szövetségkötések és a hivatalos társnak az aszteroidája. És ottán van egy vagy sötét holdít Neptunusz együttállás, a sötét holdít márakos nulladik fokán, tehát a legerőteljesebb, a létező legprominensebb ponton van, a halak Neptunusz pedig a saját jegyének a legeslegutolsó fokain vánszorog, mert nem sokára vissza fog fordulni, és hátrálni kezd, anélkül, hogy átlítne a kosban. És akkor itt látjátok ezt a két traffic jam-et, és majd ugye a bika Uránusz fog aztán bekapcsolódni ugyanebbe a kis cuccba. Tehát itt lehet látni a nap Merkur Vénusz 3-as konjunkciót, és ugyanakkor a Chiron Hügelja Eris 3-as konjunkciót. Szedjük ezt egy picit szét, mielőtt tovább megyünk. Merkur a kommunikáció kapcsolatteremtés bolygója, az ikrekben a saját jegyében áll, tehát nagyon erős, az önmagunk számára tudjuk kihasználni. A nap az ikrekben egy kicsit ilyen laza, okos, ügyes, kicsit fecsegős,
kis bohókás valaki, a Vénusz az ikrekben pedig a flörtölés, ezt sokszor elmondtam. Tehát ez egy nagyon aranyos kis hármas. Ezzel szemben ez egy rettenetes hármas itt a korsban, tehát ugye tulajdonképpen még mondhatjuk is azt, hogy hát igen, mivel, kivel flörtöl ez a Vénusz, a pénz. Ugye a hatalom, a pénzemberek flörtölnek itt a háborúval? Hát valami ilyesmi van, ugye, ugyanis a kos az önérvényesítés, akaratérvényesítés jegye, ugye az én ezt akarom minősége. A Chiron, a kosban, ugye azokat a karmikus sebeket szimbolizálja, amik vérrel, tűzzel, háborúval, agresszióval, erőszakkal kapcsolatosak. A hüggelje pedig most már nem a Chironnal együtt, mint 2 nappal ezelőtt, ugye pontosan ma, mert ugye ezt mondom, június 9-én veszem föl, mert aztán megint elsorolnak az események, mert olyan 11-e körül kirakom, vagy 12-e körül, és akkor tudjátok nézegetni, és akkor még a választás napján a Chiron és a Hügelya még együtt álltak, most már ugye távolodnak, és a Hügelya beérte az Eris-t, a drasztikusan megváltozó külső körülmények kentaurját, és a Chiron nem sokára szintén beírja az Eris-t. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon kétesélyes, nagyon libikóka működés, miközben ugye a kos jegyét, ugye a Mars uralja a bikában, ahol abszolút le van lassulva, és nehézkes, és megfontolt, és ezt a kost viszont, vagy ezt a Marsot viszont a Vénusz uralja az ikrekben, az ikrek Vénusz pedig a Merkur uralja a saját jegyében. Tehát van egy ilyen uralmi lánc, ami én nem szoktam ezt nézegetni, tehát ez a végső diszpozitor szerintem úgy baromság, ahogy van, de azt igen, hogy ki ural mit, mert hogy ez a csukafogta róka esete. Ugye van egy lassú Merkur, vagy bocsánat, mondom, hogy fáradt vagyok, ne haragudjatok, megpróbálom összeszedni magam. Tehát van egy viszonylag lassú, nehézkes marsunk, de ez egy csomó mindent ural. Többek között a sötét hold létet, az átok magunkra vételét, a felszálló hold csomópontot, tanulj meg küzdeni, harcolni, a karmikus sebeinket, a gyógyulást és a drasztikusan megváltozó körülményeket. Ezt mind uralja, a pénz meg uralja a marsot, a háborút, remek, viszont a pénz, tehát vagy a harmónia teremtő, pénzteremtő igényeinket, hogy ne csak a pénzről legyen szó, azt meg a Merkur uralja, a kommunikáció, tehát ez akár a tárgyalásokat is szimbolizálhatja, hogy el kellene kezdeni tényleg tárgyalni, ha jól emlékszem, akkor június közepén akarnak csinálni egy béketárgyalást, persze Oroszország kihagyásával miért is ne, ezt szokták csinálni a nagyhatalmak, ugye bennünket is kihagytak, az első világháború utáni békeszerződésről, békediktátum megszövegezéséből csak már aláírni mehettünk oda. Tehát van ilyen, tehát valóban van ilyen, majd meglátjuk. Oké. És akkor ugye ez mindez, mondom, hajnal, vagy reggel 8:30-kor pontosodik be, és akkor nézzük, szedjük szét azt a nagyon érdekes fényszögképet, azt a sokszoros sors ujját, és tulajdonképpen ezt mondhatjuk, hogy ez igazából egy bumerang, azt lehetett volna írni, de valamiért én úgy döntöttem, hogy ezt inkább szétszedem nektek. Ugyanis, ha megnézzük, akkor van egy Nap-Merkur, Chiron, Pallas Athéné sorsúlya, és van egy Vénusz, Eris Hügelia, Pallas Athéné, másik sorsúlya. Nézzétek meg, számolhatjátok, hogy ugye ez hány vonal és hány dolog tulajdonképpen fókuszálódik hova? A Skorpió sajnos hátráló Pallas Athénére. Mit is jelent ez? Pallas Athéné a bölcsesség aszteroidája, és a Skorpióban egyértelműen az érzelmeket szokta ugye felkorbácsolni, csak a probléma az az, hogy a Pallas Athéné rohadtul nem érzi jól magát a Skorpióban, ugyanis a toxikus érzelmek kerülnek tulajdonképpen felszínre, és ott kéne bölcsességet gyakorolni, és mint tudjuk, az igazán toxikus érzelmekkel nem nagyon lehet mit kezdeni, főleg nem bölcsességgel. De azért reménykedjünk, tehát minden a bölcsességen múlik, ezt így is megfogalmazhatnám. És ugyanakkor pedig van azért egy angyalszárnyunk is, és ez az, ami miatt hát különveszem ezt a két működést, ugyanis az angyalszárnynál a csúcsszög az Uránusz, a változások, és a Vénusz Eris szextil az, ami szintén egyébként tűpontos, ami létrehozza magát a szárnyakat, és tulajdonképpen, ha most szétszedjük, és megnézzük ezeket a különálló dolgokat, akkor a következőket mondhatjuk. A Vénusz Chiron, a szerelem fáj, a szerelem meggyógyító erejűnek kell lennie. Vénusz Hügelia, teremtsünk rendet a pénzügyi dolgainkban és az érzelmi életünkben. Vénusz Eris, a drasztikusan megváltozó külső körülményeket lehetne valami fajta harmónia teremtéssel egyensúlyozni.
Ugye elmondhatjuk a Merkurral is, Merkur Kairó ugye sérülés a gyermekkornak, illetve a kommunikációnak, Merkur hügelje, tegyük rendbe a kommunikációnkat, a beszédünket és a gyerekeinket, és Merkur Aries, drasztikusan megváltozó gondolatok. És akkor még a nappal is megcsináljuk ugyanezt, ugye a nap Kairon azok a személyes karmikus sebek, a nap hügelje a személyes rendbetétele a dolgoknak, és a nap Aries a személyes életünknek a felbojdulása. És mindezt az Uránusz a változásoknak a bolygója vezérli le, ami most éppen szemben áll ezzel a meglehetősen nem túl jó helyzetben lévő Pallas Athénével, hiszen retrográd, hiszen a Skorpió van, a bölcsesség istennője egy vizes jegyben nem érzi jól magát. Mert a bölcsesség az a levegő elemhez kapcsolódik, esetleg a tűzhöz, ehhez a két elemhez kapcsoljuk egyébként a Pallas Athénét is, és éppen ezért a vízben a lehető legrosszabb helyen van, tehát tulajdonképpen szemben áll ez a rossz helyű bölcsesség minden mással, gondoljatok bele. Nem olyan nagyon szívderítő, és hogy a sorsúja, a fényszögek azok mindig a kikerülhetetlen dolgokat szokták mutogatni. Na nézzük, hát okosak legyünk. Itt most szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy az aszteroidák és kentaurok vannak különösben, a csillagokat külön mutatom be. Ugye sokat szor mesélem el, de ha te most először vagy itt, és érdekel ez a típusú asztrológia, akkor érdemes tudnod, hogy az aszteroidák, az aszteroida öv lakói, a Mars és a Jupiter között keringenek, és a személyes karmikus szinteket mutatják be, ezek az ilyen a lila, magenta színű kóddal vannak jelölve. A kékek, a kentaurok, TNO-k, különböző transzneptuniók, égitestek, karmikus sebeinkről adnak felvilágosítást, itt most kettő darab van, a Gung Hom Dima, akik már hallgatnak engem régóta, azoknak örömmel mondhatom, hogy rávettem emesét, hogy csináljunk erről is filmet, úgyhogy majd valamikor, amikor levegőhöz jutunk a sok workshop és vizsgáztatás után, akkor meg fogjuk szerintem csinálni. A lempó pedig, ugye erről is már volt szó, az Uránusszal együtt mozog most a lempó. Kezdjük is itt. Tehát kezdjük az Uránusszal. Ott van Szeneka, a bölcs, ugye a cinikus bölcs, ebből van a cinikus szavunk, tehát a cinizmus. Milyen érdekes, ugye? Ezt az Uránusz egyébként a Vénusz uralja. Tehát megint meg lehet ezt az uralmi láncot csinálni, hogy az Uránusz a Vénusz uralja, a Vénusz meg a Merkur is saját jegyében van. És a Lempó pedig a finneknek a teremtés mítosz főszereplője, aki a keresztény időszakban egy démon, egy ördög, egy ilyen sátáni figura lett. Tehát ez azt szimbolizálja, hogy amikor van egy új korszak, akkor általában a korábbi korszak istenei démonizálják. És ez bizony így van a világtörténelemben is, az ideológiákban is. Nézzétek meg, hogy mi történt. Ő ezelőtt 20 évvel, ha valaki bírálni merte Izraelt, akkor az antiszemita lett. Az a legsúlyosabb antiszemitizmus volt, a modernkori antiszemitizmusnak a példaképe volt, hogyha én azt mertem mondani, hogy hát, mit tudom én, nem tetszik nekem Izrael politikája. Azonnal rám sütötték az antiszemitizmus jelképét, vagy bélyegét. Most pedig nézzétek meg a tüntetéseket, nézzétek meg, hogy mit művelnek a pro-palesztin tüntetők, és tulajdonképpen Izraelből kezdenek csinálni tulajdonképpen egy ilyen párja államot. Nagyon érdekes az egész folyamat, hogy hogyan lehet démonizálni pár évtized leforgása alatt valamit, amit szentnek tartottunk, és akkor abból lesz egy ilyen teljesen abszolút elidegenített és démonizált valami. Ez a lempó. És az Uránuszon van, tehát a változások bolygóján a cinikus bölcs és a ledegradált, démonizált Isten minősége van ott. Menjünk, ugorjunk vissza a naphoz, ugyanis a napon ott van Ramszesz és Minerva, tehát megint csak egy bölcsesség energia, ugye a Minerva a Pallas Athénének a római változata. Ramszesz pedig egy birodalom és dinasztia teremtő fáraó. A Merkurról ott van Apophis, a napot elnyelő kígyója az egyiptomiaknak, és a Gung Hom Dima pedig a saját népéért kiálló és harcoló, jól emlékszem, Zulu hősnő. A Vénuszon ott van Athéné, megint egy bölcsesség, tehát nézzétek meg, a három bölcs aszteroida, az egyik fő aszteroida a Pallas Athéné, és a másik kettő, ugye az Athéné egy kisebb aszteroid, az most a Vénuszon van, és a harmadik pedig a Minerva, az meg a napon van. És a nap és a Vénusz egy fokot fog haladni előre, az aszteroidák rendszerint 15-20 ívpercet haladnak átlagosan, maximum 3/4 ívperc a napi haladási sebességük, tehát egy-két napig még hatótávolságon belül lesznek, és aztán utána fogják magukat, és eltűnnek, mert a Vénusz és a nap lehagyja őket, tehát növekedni fog a távolság.
Most viszont ott vannak mind a három, a Pallas Athénén viszont ott van az egyik lovag, Trisztán. Tehát, hogyha ezt kivetítjük a 2 nappal később elindított béketárgyalásokra, hát nagyon kíváncsi vagyok, mert ez a egyrészt ott van, hogy a bölcsességnek kéne nyernie, másrészt ott van az is, hogy igen ám, de ott lesz egy démonizálás, ott lesz egy cinizmus, és hát majd meglátjuk, hogy még egyébként mi figyelni fogjuk a dolgokat, én legalábbis mindenféleképpen. Na és amit be akartam nektek mutatni, és az egész, hogy hívják, az egész videó emiatt készült, ugyanis, ahogy mondtam, most jelenleg a nap, a Merkur és a Vénusz, itt láthatjátok ezt a hármasságot, azon a szakaszán jár az állatövnek, ami a legfényesebb és legprominensebb csillagpor, hogy így mondjam, mert tényleg az a lényege, hogy elképesztő mennyiségű csillag van ugyanazon a fokon, nagyjából az ikrek 21. 24. fokán, és körülbelül így is helyezkednek el az égitestek, hogy a Merkur a 21. fokon van, a nap az inkább a 23. 24-en, a Vénusz pedig inkább a 24-en, 25-en, tehát így néz ez ki. És akkor nézzük is, szedjük is szét. Ugyanis a napon van a kapella, az elnád, az enszisz, a mintaka és a faht. Tehát a kapella a fogadhajtónak az alfája, és ugyanakkor, tehát ez egy eléggé északi csillag, nem tudom, hogy miért nem jelöltem, pedig itt kéne, hogy valahol legyen, pillanat, pillanat, nem tudom, hogy miért nem, nagyon fáradt vagyok, bocsánat, akkor ezt kihagytam, de kb. Itt van valahol. Az elnát viszont a bikának, a bétája, az a másik szarva a bikának, tehát egy béta csillag, ugye a bika az értékteremtés minősége, az egész bika csillagképet kapjuk, ugye azokat a dolgokat, amik teremtenek, kreatívan, értéket hoznak létre, biztonságot teremtenek, jólétet, és az elnát, ennek a béta csillaga, tehát az árnyoldalait mutatja meg mindennek. Az Enceus az Orionnak a nebulája, hol tettem ezt, igen. Látjátok, itt van az Orion két válla, itt van a két lába, és itt vannak az övcsillagok, és az vagy hogy mondjam, képetesen szólva, itt van a kardja a égi vadásznak, és az Enceus az tulajdonképpen egy nebula, egy szabad szemmel is tulajdonképpen jól kivehető nebula, ami hát tulajdonképpen a középpontja ennek a kardnak idézőjelben, ugye tudjuk, hogy a kard az fallikus szimbólum. A mintaka pedig az Orionnak a deltája, tehát az egyik övcsillag, ami rajta van az égi egyenlítőtű fontosan. Tehát ez az égi, a kiegyenlítődés, az isteni mérték, a balansz megteremtője. És a fakt pedig, látjátok, egy jóval délebb csillag, ezt nem is látni, tehát a Kolumbát, tehát a galamb csillagképet nem lehet látni az északi ég gömbről, csak a déli féltekéről. És ez a béka galamb. Tehát ez gyönyörű, hogy a nap pontosan ott van a fakton, ezt én nagyon, ennek nagyon-nagyon örültem, tényleg nagyon örültem, és a Merkur lesz ott egyébként 2 nappal később, pont a béke tárgyaláson, hogy úgy mondjam. A Merkuron ott van ugye Bellatrix, ezt talán mondtam is, ez az Orionnak a gammája, ez a nyugati válla, ami az árnyoldalát mutatja, ugye a Betelgeuse, az alfa csillag, az a keleti válla, az ez mindig sikert és szerencsét hoz, amit nem hátráltat semmi, és a Bellatrix pedig azt mutatja meg, hogy hogyan lehet az árnyékból sikeresnek lenni, anélkül, hogy hivalkodunk, anélkül, hogy mutogatjuk magunkat. Érdekes, hogy pont a Bellatrix van ott, itt látjátok, ezt megint nem csináltam meg, remek, ugye ezt kéne pirossal jelölnünk, hiszen ez mind hívják, mind csillag. Egyiket az összes videóban a pirossal jelölt dolgok azok a csillagok. És azért érdekes ez, mert a Merkur az pont a kommunikációról szól, nagyon erős, hiszen a saját jegyében van. A Bellatrix viszont azt fejezi ki, hogy hogyan lehet az árnyékból kommunikálni. Tehát hogyan lehet valamit, ezt a béketárgyalás is akár, tehát milyen tárgyalások vannak az árnyékból, vagy hát biztos, hogy meg fogjuk ismerni, vagy legalábbis remélem. És a Vénuszon ott van az Alnitak, ez a másik övcsillag, ez a keleti csillag az övcsillagok közül, a Zéta Orion, és az Alheka, ami pedig az holónak az alfája, tehát itt van az Alheka egyébként, egészen, tehát ez a holó csillagkép az egész közel van, ugye, hogy hívják, az eklitikához. És az egész holó csillagkép a mágiáról szól, tehát pénzmágia, majd meglátjuk, meg hát azért mégiscsak a balansz megteremtésével az övcsillagok mind a balanszról szólnak. A Mars
ami ugye sokkal távolabb van, tehát itt van a Bikában, két csillag kapcsolódik hozzá, érdekes módon mind a kettő a kosnak a bétája, illetve a gammája, a Sheraton és a Meshartim, ez az a Sheraton, amivel a hotel is, a hotel láncot erről nevezték el. A Meshartim pedig az a bizonyos korszak alkotó csillag, ami nagyon prominens volt, ugye egy csomó olyan képletben, amit már korábban elemeztünk, tehát itt van most a Mars, tehát új korszak kezdődik, mondhatnánk, és ugye az árnyoldala a harcos küzdelemnek, tehát ez az árnyékból megharcol dolgok, ez megint prominens lesz, és akkor az Uránusz pedig ott van a Capulluson. A Capullus egy nagyon északi csillag, ez ugye a Perseusnak a érdekes módon megint a karja, ez megint hogy hívják, egy nebula, tehát egy csillagköd, és képletesen szólva megint egy kard, most érdekes mondom, két kard is szerepel, mind a kettő nebula egyébként, az Encis, ami az Orion kardja, és a Capullus, ami a Perseus kardjának a hegye, mind a kettő egy nagyon erőteljes férfi beavatóiskola, férfi minőséget képvisel. Ezek a csillagok vannak most, ezek kerülnek a birtokunkba. Miközben, bocsánat, elfelejtettem mondani nektek, csak nem volt, tényleg nem volt időm elkészíteni a rajzot. Ha visszamegyünk ugye ide a képletünkre, majd esküszöm, hogy oda fogok lapozni, akkor még ami érdekesség az az, hogy természetesen a Szednán ugyanúgy ott vannak a plejádok, az istennő lakhelye. A Keironon ott van a Keiron, nem, azt hagyom most, nem, arról nem beszélek. A Holdon ott van az oszma, ugye az oroszlán csillagképnek a gerince, ahol eltöri, és ahol ugye tulajdonképpen legyőzi az istennő állatát Herkules. A Plutón ott van az Altair, a Sasnak az alfája, tehát a táltos csillag, az egyik táltos csillag, és valami volt még. Tudom, hogy hát a Neptunuszon, igen, bocsánat, a Neptunuszon pedig változatlan ott van a Saturn, az öngyilkosoknak a gyógyuló helye, tehát ennyi csillag van most az égbolton, ami nagyon-nagyon prominens, mert érint valamilyen bolygót, de ami miatt ezeket a rajzokat el szoktam készíteni, az az, hogy értsétek, hogy például, amikor azt mondjuk, hogy az Uránusz együtt áll a Capullussal, Frászkarikát áll együtt, nem tud vele együtt állni, mert ilyen messzire az Uránusz meg semmilyen bolygón nem tud fölszállni az északi égboltra, tehát ennyire az északi sar közelében nem tud elmenni, hiszen itt van az ekliptika. Mert magyarul ez az egy vonalban állás használatos nálunk karmaszlogosoknál az együttállás helyett, és nagyon értem, tehát nagyon lehet látni, hogy az Elnát, a Bellatrix, a Mintaka, az Enszisz és a Fakt ugyanazon a hosszúsági fokon van, csak ugye ez egy gömb, tehát azért látod itt a különbségeket, de hidd el, hogy ez ugyanazon a hosszúsági fokon van, tehát ugyanúgy ikrek 21, 22, 23 fok, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy hát, ha nagyon-nagyon okosak vagyunk, az Elnáttal még együtt tud valami állni, meg az Elhekával, de igazából már a Bellatrix-tól lefelé semmivel nem tud konkrétan együtt állni. Egészen egyszerűen azért, mert oda nem megépítés. Jó, tehát ezt kellene értenetek, hogy semmi más fényszöget nem tudunk használni, és akkor alakul azért egy kis csálé melkabánk is, méghozzá a jegyek megint a jegyek legvégén és legelején lévő égitestekből áll. Mondom nektek nagyjából a fokokat, már nem volt erőm kiírni. A halak legvégén áll a Neptunusz, halak 29 fok 40 körül, és 0 fokon áll a sötét holdít. Ez az ideológiai átok, amit magunkra veszünk. A Szedna az nagyjából másfél fokon van az ikrekben, nem, 0 fokon, 0,20 vagy 25 fokon áll, bocsánat. Ez ugye a szét kell darabolni, és újra kell teremteni mit? A kommunikációnkat. A Vesta a rák legvégén áll, és direkt, tehát be fog pontosodni ehhez az egészhez. Fókuszáljunk a családra, az otthonunkra. A fekete holdít a szűz legvégén, bátor, becsületes helytállás és tisztánlátás, amit lehozunk fizikai síkra, épp rendet teremtünk vele. A Lilit, az aszteroida retrográd és a skorpiónak a legvégén van 29 fok valamennyien, lázadás az igazságtalanság ellen méghozzá érzelmi szinten, a Plutó pedig a vízöntő másfél fokán áll, és retrográd, tehát ez is hátrál, és ez pedig ugye a erőhatalom transformáció bolygója. És ha megnézitek, akkor tulajdonképpen létrehoz egy határcsillagot, aminek az a lényege, ugye, hogy tulajdonképpen ahol nem záródik ez a hatágú csillag, az pont a Vesta és a Szedna között nem létrejövő, hogy hívják, szextil, hiszen
A Vesta olyan 28. fokán van a ráknak, ez pedig 0 fokon, tehát ugye itt gyakorlatilag ez az, ami miatt nem záródik ez a melkaba. Pedig a melkabák baromi ritkák, és nagyon szeretjük, ha létrejönnek, ugyanis ezt a fajta isteni pecsétet hozzák oda, azt az isteni áldást, lehetőségeket, amit ugye a körszexilek, mint lehetőséget biztosítanak, a két egybeforduló trigon pedig hatszoros áldást. Ez a téridő, használjátok ki jól, és hát reménykedjünk, hogy ezen a kicsit csálé 15-én kezdődő békekonferencián valami mégiscsak létrejön, valami egyesség talán születik, lehet, hogy nem fogunk róla tudni. Nagyon-nagyon rossz érzés látni azt, hogy hány ember pusztul el, rossz látni, hogy én nem, tényleg nem értem, ne haragudjatok, tényleg nem értem. Nem értem azt az érvelést, amikor a Nagy Józsi, ugye a liberális 24.hu liberális újságíróját hallgattam, aki győzködte az ellenfelét, mármint a beszélgető társát, hogy miért akkor most adjuk meg magunkat, most akkor azt írja, hogy az ukránok megadják magukat. Józsikám, mi a franc van? Azt akarod, hogy még 300 ezer ember meghalljon? Igen, adják meg magukat, mert így megmenthetik egy részét az embereknek, meg az országoknak. És mióta világ a világ, mindig voltak agresszorok, és mindig voltak legyőzöttek. Nézzük már szembe azzal, ami van, és ne ájtatoskodjunk, mert ne szemforgassunk. Az a kérdés, hogy meddig akarjuk Amerika háborúját itt Európában vívni, és mennyire állunk be ebbe a háborús erőszakba. Ez a kérdés. Nem más, könyörgöm. 2 éve megy ez a szar. És akarjuk, hogy még 5 évig menjen, mert Amerika azt akarja, hogy mi berendezkedjünk. Ugye legyen nálunk is háborús, tehát hadi gazdaság legyen, rengeteg pénzt pumpáljunk ebbe a háborúba, adjuk oda a gyerekeinket, ne szórakozzatok már. Tehát tényleg az ember ezt megáll. Na jó, remélem, hogy a józanész fog győzni. Két gyönyörű szextil, vagy sokszoros szextilünk van, rengeteg csillag, az állócsillagok mindig, az isteni minőséget, az univerzum magasabb dimenziói minőségeit csatornázzák le hozzánk a bolygók és egyéb égitestek által, és koncentráljuk erre, és remélem, hogy sikerül. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok!